Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat 300 millió forintos támogatásával részben felújított egykori kriptongyár épületét szombaton adták át Ajkán. Az eseményen részt vett Navracsis Tibor területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője, aki hangsúlyozta, ez a beruházás Ajkára és környékére is ráirányíthatja Európa figyelmét. Nekem személyesen is óriási örömet jelent, hogy a magyar ipartörténet és művészettörténet egyik ilyen kiemelkedő emléké, mint az itteni kriptonházat, elindíthatjuk az új élet felé vezető úton, és ezzel talán egy némileg kései elismerését is adhatjuk Gold Imrének, akinek nagyon sokat köszönhet Ajka, nagyon sokat köszönhet a magyar ipar, és nagyon sokat köszönhet Magyarország. Igazán különleges hangulatú megnyitón vehetett részt az érdeklődő közönség április 15-én egy régi gyár falai között a Csingervölgyében. Ajkán az egykori kriptonizzógyár épületének felújításába kezdett bele a város vezetése a 2023-as Veszprémi EKF program keretében, melynek köszönhetően az Ódon gyár épület ettől a pillanattól fogva multikulturális épületként működik tovább, mely teret ad a kiállításoknak, koncerteknek és más kulturális rendezvényeknek. Egy multikulturális élménycentrumként szeretnénk működtetni, és úgy látjuk, hogy van fogadókészség, hiszen csinálunk ilyen lakossági bejárásokat, és a lakossági bejárások keretében mindig elmondják a lakók is, azok is, akik régen itt dolgoztak, hogy ennek ez a funkció nagyon jól állna, és ha ilyen lesz, akkor szívesen részt is vesznek benne, illetve nagyon sok művész jön ide. Most is van az emeleten egy kortárs képzőművészeti kiállításunk. A művészek is nagyon szeretik ezt az industriális teret, úgyhogy szerintem működni fog. Az épület maga háromszintes, és az első körben a tetőszerkezetet, a nyilászárókat és az alsó szintet újították fel. Ajka város polgármester a megnyitón elmondta, hogy tervezik az épület teljes rekonstrukcióját. Hát 300 millió forintot nyertünk a kulturális főváros pályázatán, amit miniszter úrnak itt is szeretnék megköszönni. Aztán 500 milliót egy TOP pályázaton, azt is miniszter úrnak kell megköszönnöm. És még hiányzik 500 millió forint. A szervezők teljesen átérezték a hely és a hozzá kapcsolódó szellemiség különlegességét, ezért a megnyitót az 1920-as és 30-as évek hangulatába öltöztették. A kort megidéző régi járművek, eszközök és más kiállítási darabok mellett nagyon sokan érkeztek az időszak divatjának megfelelően. Korabeli zenékkel készültünk, egy Erkel dallal, egy Bordallal, és egy ismeretlen szerzőtől, de tudjuk, hogy 1920-as években komponálta ezt a művet, és direkt ezt erre az alkalomra tanultuk meg, mert ez volt a felkérés, hogy ilyen művekkel készüljünk. Az Európa Kulturális Fővárosának szomszédságában álló egykori gyárépülettel kapcsolatos weboldalt érdemes lesz nyomon követni a jövőben, hisz az új funkciókkal megálmodott kulturális központ nem csak az ajkaiakat, hanem az ország minden területéről érkező érdeklődőket várja.